Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és a mai videóban meg fogjuk nézni, hogy melyik lesz a Binance kártyája helyett a legjobb debit kártya, tehát melyik lesz az a bankkártya, ami jó lehet, ami kiválthatja. Ugye tudjuk, hogy december 20-ától visszavonja a Binance Európán belül, Magyarországon sem lesz használható a Binance-nek a kártyája, és nagyon sokan használták, használtuk a ezt a kártyát, és voltak limitációi, tehát voltak olyan problémák, hogy például, hogyha Euróba akartunk mondjuk ATM-nél levenni pénzt, akkor nagyon nagy volt az átváltási költség, ha így, ha úgy próbáltuk, akkor csak 290 euróig lehetett egy nap levenni, akkor fizetésnél minden harmadik tranzakciónál, vagy pedig ha elérte az össze tranzakcióérték a 150 dollárt, akkor chipen kellett használni, pinkódot kell beütni, akkor voltak olyan, voltak olyan tapasztalataim, nekem például a személyes tapasztalataim, amikor minden rendben volt, és mégse fogadta el az adott bolt a kártyát, vagy hát az ő szolgáltatójuk, úgyhogy volt vele probléma bőven, de úgy látszik, hogy most rávesznek minket, hogy keressünk egy jobbat. És, és hát beszélgettünk erről a Telegram csoportba, az ingyenes Telegram csoportba, amiben egyébként látok itt linket a leírásba, a videó alatt tudtok jönni itt is. Beszélgettünk arról, hogy melyik lenne a legjobb kártya. És ígértem nektek, hogy csinálok róla egy videót, és utána fogok menni, és megnézem, hogy nekem melyik verziók tetszenek a legjobban. És hát gyerekek, az, igazság, hogy nincs túl sok. Tehát nagyon sok kártya, kriptos kártya létezik, félre ne értsetek, meg olyan sok olyan fizetési megoldás, ami most már például Paypal is most nyert engedélyt, azt hiszem például a kriptó tranzakciókra, meg kriptováltásra például az Egyesült Királyságban, meg Amerikában már régóta megy ez a dolog, meg vannak más lehetőségek is, de kártyák, bankkártyák, vagy olyan amit Apple Pay-be, meg Android Pay-be be lehet rakni, meg stb., meg Európába jó, meg magyar állampolgárként jó, meg minden, nagyon-nagyon kevés van, és leszűkült a lista gyakorlatilag ezeket az összehasonlító oldalakat, mikor néztem, akkor egyetlen egy összehasonlító oldalra lement az egész, és abból is nagyon egyszerű volt kiválasztani, hogy melyik kártyát fogom választani, úgyhogy hadd mutassam be ezt a beingcrypto.com-nak a cikkét, amit nem olyan vészesen régen írtak, vagy csináltak. Ez pedig 2023. október 31-én lett update -elve. Egy 15 perces olvasmány volt az egész, és nagyon jól leírja, a, egyrészt meg lehet tudni, hogy mi pontosan egy kripto debitkártya, ezt nekünk már nem kell gondolom mondani, és hogy Európában mi az a top 9, ami nekik lejött, és ezen belül is, ezen kívül vannak még más kártyák is, amik, amik, itt szóba jöttek, de ez a top 9 európai kártya az, ami ami szerintem viszonylag jól bemutatja ezt a sztorit, és hogyha rámegyünk, itt van Európában, akkor Virex jön be első helyen, és ugye itt például nincsen éves díj a Vyrexnál, itt van, hogy hogy működik a kártya. Ez egy debit kártya, tehát nem kredit kártyaként működik. Itt vannak a díjaik. Tehát a 3,24 százalék a feltöltési díj. Tehát nekem ez már mindjárt egy no-go volt, egy no-no-no-no. És hogyha fiatal vagy stablecoin-nal töltöd, akkor is 2 a feltöltés. Úgyhogy... Mm, ez nekem már eleve nem volt olyan nagy menő. A prók és a kontrák, hogy miért jó, miért nem jó, cold storage, multisig akkor ugye világszerte lehet használni, hát na bum legtöbb kártyát azért most már vízát mindenhol elfogadják, na mindegy, tehát ez nem egy olyan nagy dolog, és hogy hogy nagy a kriptó visszautalás, mert hogy 8% a, a cashback, gondolom az ennek feltételei vannak, és ö, x pontokba kapod ráadásul a visszatérítést. Tehát, ö, na mindegy úgyhogy azzal nem tudom, hogy mennyire megyünk. Aztán Coinbase kártyát dicsérték itt magyarok is többen. A pro és a contránál. ugye itt van, hogy ugye egyrészt, hogy fizikális és virtuális kártya, a Coinbase számlát hozzá lehet csatlakoztatni, cashback, viszont egy kártya lehet csak egy spending limit van, tehát költési limit van rajta, hogy ez pontosan mennyi, ezt itt nem írja, de nekem a Coinbase kártya azért egy no -go, mert én a Coinbase-nek a felületét úgy, ahogy van, nem szeretem. Tehát vannak, akiknek az tök világos, én ezt inkább jobban ezt a Binance típusú kialakítást szeretem jobban, úgyhogy én nekem a Coinbase valahogy nem jön be. Ráadásul szerintem etikátlan volt az is, ahogy megpróbálták kévájszisztetni az embereket, ilyen bordépjakt NFT-t ajánlottak nekik, akkor, amikor a legmagasabban volt a bordép, és azóta is gyakorlatilag szakadt, és korábban csak egy valaki nyert, stb. Tehát nem tudom, jó, biztos jó, tök jó. Tehát nekem prekoncepcióim vannak a Coinbase-zel kapcsolatban, aztán menjünk tovább. Üm, ugye ez... Ezt, ez a videó, remélem, hogy, hogy látszik, hogy az én véleményemet tükrözi, tehát mindenki járjon utána saját maga ezeknek a dolgoknak. Hogyha akarjátok, akkor ide kitom ezt rakni nektek, olvassátok el, ez most is ugyanúgy igaz, mint bármikor máskor, és menjünk is tovább. Szóval ez a Juhodler card ez még egy érdekes dolog volt, ugye itt a service nél nincs megadva eleve, hogy milyen díjai vannak, Uh, prók és kontrák nincs megadva. How to get the card, tehát hogy hogy be a kártyát, menj föl az oldalra, aztán kéválj tehát itt igazából föl kellett volna menni a honlapra. Én már itt akkor a kutatásokon voltam túl, hogy én már nem akartam megint egy kül külön honlapra fölmenni. Nézzétek meg, lehet, hogy jó lesz ez a jó hodler hold kártya is. Én úgy emlékszem, hogy voltam régebben a holnapjukon, és magasak voltak a díjak. Aztán upholder kártya, XRP-be adja a cashback XRP-vel kapcsolatban ismeritek a véleményemet, úgyhogy, és ez csak a UK-be elérhető ráadásul, tehát magyarként nem. Aztán megérkeztünk ahhoz a kártyához, amit én végül választottam, a Bybit-en amúgy is nagyon-nagyon tetszik a felülete, nagyon jó exchange-nek tartom, és a link talán még Bybit link is van, ahol lehet regisztrálni, de most ezt a kártyás linket mindenképpen be fogom rakni, tehát hogyha valaki Bybites kártyát akar, mint ahogy én is azt választottam, akkor talál linket itt a leírásban. A Bybit-nél a cashback az különböző VIP szintek, vannak a legmagasabb szinten 10% a cashback, Európai Unióban ugye minden további nélkül lehet ezt a kártyát kiváltani, ez egy Mastercard, és a service fee és limiteknél itt nekem nagyon tetszett az, hogy a, gyakorlatilag az ATM withdrawal az, az egész magas, a költés is magas, a maga, a, amit a pro és a kontránál, ja, a foreign exchange fee az van fél százalék. Tehát, hogyha ugye euró, tehát a konverziós váltási díjfél százalék azt ki kell fizetni, tehát azért nem olcsó a Bybit kártya sem, de nekem még ez tűnt a risk reward alapján, tehát amit kapok és amit azért adok az alapján, ez tűnt nekem a legjobb, nem is tudom, roi return on investmentnek talán. Jó, és akkor ami amit a prónál van kiemelve, ugye a VIP-szentektől függően a 10% cashback, az, hogy van egy applikáció, nagyon jó az applikáció, az Exchange Bybit appon belül, ott van a kártyás, tök jól lehet látni mindent, tök jó ki lehet igazodni rajta, 90 millió helyen fogadják el a világba, és egy ilyen loyalty-re is lehet szerezni. Néhány országban nem elérhető, de Magyarországon elérhető, úgyhogy ránk ez a negatívum nem vonatkozik, és az, hogy néhány ö, embernek az atm vidróval limit, tehát, ö, hogy nem felel. Megnézzük meg, hogy ez mennyi volt. Azt mondja, hogy. Ö, igen, tehát 2000, a, a legrosszabb ö, az is 2000 dollár, illetve 2000 euró, bocsánat, tehát minimum 2000 eurót az ATM-ből ki lehet venni egy nap, úgyhogy szerintem ez, ez teljesen jó, hogy ez valakinek nem szót ebből azt írja itt, hogy valakinek ez nem elég jó. Aztán Binance kártyáról ír, de hát nyilván ugye a Binance kártya miatt kellett nekünk ez a dolog, és a Nexo maradt itt még, a Nexo-ról nekem megmaradt egy negatív véleményem, amikor a defiket elkezdték támadni, csináltam róla videót, én meglepődtem, hogy a Nexo egyáltalán talpon maradt, úgyhogy oda azért nem utalgatnék be nagyobb összegeket, valaki ezt megteszi mindenféle, ö, ö, mindenféle gondolkodás nélkül. Nekem a Nexo az, az egy ilyen nagyon támadható cégnek tűnik. Ez is szubjektív. Utána mentem ennek annak idején, most külön nem mentem, bele megláttam nek, okay, szóké köszi nem. Aztán azt hiszem, hogy ez is, ez a Spectrocoin, ez is. Uh Ö, hogy ez az, az USA-ban nem elérhető, Aha, akkor ez rosszul maradt meg bennem ebből a szempontból, mert azt hittem, hogy Európában nem elérhető, de ez Európában nagyon is elérhetőnek tűnik, itt a honlap föl kell menni, meg kell nézni. Én már nem, nem mentem bele ezekbe a kis cégekbe. Tehát én nekem a Bybit, amikor eljutottam a Bybitig, akkor egyből eldöntöttem, hogy hú, hát ez tök jó, hát a Bybitet azt használom is úgyhogy megnéztem ott, hogy milyenek a feltételek, és akkor én az alapján már döntöttem, feltöltöttem a paszportomat, meg egy proof of address kell, tehát valami gázszámla, vagy ilyesmi, és percek alatt ott voltam, hogy kérhettem a kártyát, utána meg percek alatt küldtek e-mailt, hogy már már küldik is a kártyát, majd meglátjuk, hogy mennyi idő alatt ér ide. Az egész folyamat 10-15 percet vett igénybe gyakorlatilag. A kriptopont kártyát külön meg azért nem mutatom be, mert ezt meg sokan ismeritek. Én nekem a nagyon szimpatikus a komos kártya, tök jó, tényleg. Egy olyan dolog van, ami nekem nem szimpi, hogyha egy kriptót átváltottál már fiatra, hogy el tud költeni, akkor én azt onnan nem tudtam visszahívni és mások is kerestek meg már ilyennel, hogy hát ők vissza akarják vinni kriptóba a pénzüket, hogy majd ők átutalják nekem az eurót, én meg nekik kriptót, mondtam, hogy nö-nö-nö-nö. De szóval úgy látszik, hogy akkor másnál is ez egy ilyen, ez egy ilyen problémát okozhat, de tök jó dolgok vannak a cryptocom os kártyánál, tehát Spotify, Netflix, Airbnb, meg hasonló cégekkel vannak, kapcsolataik, és akkor itt a, a különböző tíreken, tehát attól függően, hogy mennyi CRO-t le, különböző ö, dolgokat lehet ö, elérni náluk, úgyhogy szerintem a Crypto.com-os kártya az még egy ilyen jó kártya. Jó, úgyhogy ö, nagyjából ennyi lett volna az én összehasonlító videóm. Tudom, hogy ez nem volt teljes, meg tudom, hogy nagyon szubjektív volt, meg, ö, meg nem volt méreható, de azért jó pár kártyát átnéztem, meg mielőtt erre a honlapra tévettem, én már, már rongyosra néztem ezeket a kártyákat, úgyhogy nem nagyon találtam ezeknél jobbak. Tehát a crypto.com os a Bybit-es, meg akinek mondjuk még nem, 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 aki még nem finnyás, ez a, ez a meg ez a ö, ö, nexos kártya is még jó lehet, de én a bybit mellett döntöttem, úgyhogy ezért ezért aztán ennek a linkjét teszem ki a videó alá is, a Telegram közösségbe többen kérdeztétek, hogy mi lesz az alternatíva. Jó, úgyhogy remélem, hogy segítettem, iratkozzatok föl, ha még nem vagytok feliratkozva, mert sok jó videó megy ki, megment már ki az elmúlt években is, és dobjatok lehetek kedvesek egy lájkot a videóra, vagy hogyha valamilyen kérdésetek maradt, akkor kommentbe írjátok meg, és ne felejtjétek, a Profit Faktor bennetek is ott van. Sziasztok!